hétvégén ajtól el, ha minden igaz, az utolsó előtti Budapest akkor Rally, A szervezők kicsit szokatlan módon már most bejelentették azt, hogy 2015-ben lesz az utolsó vicces őrült futam. A furadöntés döntés hátterére kapunk most remélhetőleg magyar, magyarázatot Szabolgál András, de nekem inkább Villám Géza. Szia, jó reggelt! Jó halló. reggelt kívánok, hello! Hát ö, igen, szóval azért ez ritka dolog, amikor egyrészt az ember meghoz egy ilyen döntést, hogy majd ennyi és ne tovább, és hogy, hogy erre már most erre a bejelentésre sor került. Kezdjük akkor rögtön ezzel. De, hogy vajon miért? Jövőre lesz a tizedik Budapest Mamakó, tehát ez egy ilyen nagy gyerekszám, és, uh -huh. és, és uh, végül is nem tudom, tehát itt az ideje, hogy nyugdíjba menjek. Ha nem találok magamnak egy utódot, akkor, akkor valóban jövőre lesz az utolsó Budapest Bamako, De, de az, azt az, helyen... az elmúlt tíz évben az lesz a tizennegyedik vagy tizenötödik alkalom, hogy átkeltem a Szaharán, meg átmentem Afrikába, azért ez elég sok, elég sok időt elvesz az ember életéből. Ez üzleti vállalkozásnak nem jó, ez inkább csak Aha. lelkesedés és, és, és hobbi, uh -huh. de hogyha találok egy utódot, akkor természetesen fog Aha, menni. Tehát a akkor gyakorlatilag tovább. ez a dolog azért még nem teljesen lefutott, ha jól értem, illetve önmagában azt is furcsálom, hogy ennyi év alatt végül is nem, nem volt senki jelentkező, aki ennek a lelkületét olyan módon a magáéba tette volna, mint ahogy te? Uh, nem, eddig még nem sikerült olyat találnom. Azért ez kell egy iszonyatosan fokú örültség és elszántság. És, Amiről és kell, híres vagy, vagy és, kell, meg. és kell hozzá azért idő is. Tehát Aha. azért ott voltam, most decemberben is két hetet, most is azért három hetet kivesz az életemből teljesen ez a, ez a történet. Tehát így, így... Ha, és ahhoz kell egy család, amelyik ezt elviseli, ha jól Ilyen értem. Kell hozzá egy nagyon, toleráns, toleráns környezet minden szempontból. De akkor ez azt is jelenti, hogy. Mert ugye ezt lehetne aztán persze úgy csinálni, amit mondasz, hogy tizenvalahányszor keltél át most már a Szaharán, és vannak azért ezzel kapcsolatban talán benned feldúsult élmények, hogy maga az élmény maradjon, csak csak csinálja más. Tehát, ha jól értem, a szervezési része az, amiben belefáradtál, szabad így fogalmazni? Mi is azt mondanám, hogy belefáradtam, a másik oldalon pedig ez egy, ez egy olyan nagyszerű és szép élmény uh -huh. volt számomra, hogy hogy szerintem itt, itt szép kiszállni és abba hagyni, és azt mondani, hogy hogy rakjuk ki az pontot, uh -huh. és, és azért ez, ez, ez 14 vagy 15 olyan út lesz, amit hogy senki nem fog elvenni tőlem soha. Tehát ez egy személyes döntés, hogy itt véget ér a futam. Uh -huh. Amennyiben valaki... Ö átveszi ezt tőlem, vagy méltónak tartom arra, hogy hogy ezt tovább szervezze, akkor, akkor nincs kizárva, hogy lesz 2016-ban is Budapestban a de azért az elmúlt években nem sikerült ilyen ember találnom, vagy ilyen emberrel megismerkednem. <laughs> Igen, de azért, ha, ha nem veszed az okon, ismerjük egymást olyan régóta, hogy szerintem nem fogod, hogy azért vagy te annyira, hogy is mondjam, belülről motivált, és kellően őrült, hogy nem tudom elképzelni, hogy az ebben eddig kifejtett, mondjuk így, érdeklődésed és elszántságodat valami, nem valami másba, Áldát, tehát mondjuk holdutazás szervezés, vagy, vagy a hasonló. Igen, túra. és ez a másik dolog, hogy érzem úgy, hogy, hogy van még bennem annyi <coughs> annyi gondolat, meg annyi ötlet, hogy, hogy, uh, hogy, hogy mást. valami mást is kéne csinálni uh -huh. már. Gondoltam. Hát, hogy én. Meg meglátjuk. Gondoltam én, de ezenek már van valami konkrétuma? Nem nem nem, 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 Jó, rendben, de azért, ha lesz, akkor szólsz. Igen. Persze, Jó, mindenképpen. Na, szóval 30-alány óra van hátra a rajtig, ugye, amikor legutóbb beszélgettünk, azért még egy picit, picit több idő volt hátra. Összeállt minden, most arra, ilyenkorra össze kell, hogy álljon? Egyébként hihetetlenül gördülékenyen megy a szervezés, tehát el sem tudom mondani, hogy számomra is mennyire meg. Jól tetted tehát, be az alapokat. Á... Igen, tehát általában ilyenkor, mint én 3-4-5-6 évvel ezelőtt, azért nagyon stresszes volt a helyzet. Tegnap egy picit elkezdtem aggódni, hogy már a magyar külügyminisztérium se akarja, hogy lefújjuk a versenyt. Akkor mi van? Úgy éreztem magam, mint egy elhanyagolt feleség, akivel nem foglalkoznak, de aztán tegnap mégis megjelent egy ilyen közlemény, hogy nem javasolják, hogy elinduljanak a, az indulók. Úgyhogy me, úgy, megnyugodtam, igen. Úgyhogy nem minden teljesen rendben van a rajt helyszínen. Megvan a Kopaszigátnál uh -huh. péntek délután kettőkor, megvan a színpadunk, megvan a rajtrámpák, Ilyen apró részletek, hogy Magyarországon nem lehetett bérelni egy rajtrámpát, csak horribilis áron. Úgyhogy építettem egyet, tudjuk van rajtrámpánk, no. és zászló. Akkor én már én te mind. Tudod bérbeadni. Igen, kezdenek megérkezni a külföldi csapatok, uh -huh. úgyhogy ha valaki rajtrámpát akar bérelni, igen, azt keressen minket. Van egy kiadó. Szuper. Uh, uh, és, és úgy néz ki, hogy minden szép lassan kezd összeállni a rajtra, Létszám, Létszámok az elmúlt évekhez képest? A stabilan ilyen 350 indulóban, ami egy kicsit furcsább az ide, hogy nagyon sok a, a, a nyugat-európai, meg dél-európai induló, akik nem jönnek el Magyarországra, hanem azt mondják, hogy ők inkább Marokkóba csatlakoznak be, tehát Portugáliából nem csodálkozom, hogyha valaki nem vezet fel 3000 kilométer mm, Budapesten, majd ki. 3000 kilométert vissza. És ez ja. lehet. Tehát miért lehet? A versenyben a szabályok azt mondják, hogy hogy bár, bármelyik etapot ki lehet hagyni, Aha. azokért az etapokért nem kapsz pontot. Az európai etapot egy picit lerövidítettük, egészen Genováig lesznek csak feladatok, ezek mind egy pontos feladatok. Tehát a feladatok Afrikában 5 pontosak ez, a, ez az európai szakasz, ez tulajdonképpen csak egy ilyen bemelegítő szakasz. Uh -huh. Nem akarjuk, hogy Európában dőjön el a verseny. Egyébként nagyon érdekes lesz mert majd. Magyarországon és Szlovéniában lesznek főleg off feladatok, és ezt mind, a, mind az éleple alatt kell majd teljesíteni. Hát pénteken olyan ötkor sötétedik, és uh -huh. onnantól már össze fognak autózni, és ha jól hallom, esetleg hó is fog esni. Igen, most nagyon tűnik, úgy tűnik, hogy lehet, hogy végre vagy nem végre megérkezik a tél. Úgyhogy azok a homoklapátok, amiket majd Afrikára készítenek, mert meg a sivatagra, azok már, azok már lehet, hogy itt is előfordulnak. Hólapátokká fognak hó Igen, káf... És hólapátok fognak uh -huh. átalvanzsálódni, és lehet lehet lapátolni, ami van. Hogyha... Tehát ez a bamakomon a szép, hogy sose lehet tudni. Hát persze. Hogy <coughs> Egyébként, hogyha nagyjából a, 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 a részvevői létszám azonos, akkor ez azt jelenti, hogy ki is alakult egy, egy viszonylag standardnek nevezhető mezőny, vagy még idén is vannak újak. Minden évben vannak újak, uh -huh. tehát minden évben nagyon sok új induló. Van, és minden évben van. Én azt mondhatnám, hogy a fele olyan, aki már régebben is volt. Vannak olyanok, akik két évente járnak, mert csak így tudják a pénzt összegyűjteni. Van, aki három évente, uh -huh. van, aki azt mondja, hogy soha többet, és aztán amikor elindul a következő, akkor azt mondja, hogy úristen, miért is nem vagyok ott, hogy uh -huh. lehetek ilyen hülye. Tehát van benne, igen, tehát van ez a megszállott réteg, aki aki uh -huh. rendszeresen jár, vannak mindig az újak. És ami érdekes, hogy van egy olyan réteg, akik akik gyerekként nézték az első bamako 10 éve, és onnan tudom már, hogy milyen öregek vagyunk, hogy, hogy indulnak olyanok is, igen, láttam 15 évesen az elsőt. Aha, Úristen. És már akkor elhatároztam, <laughs> hogy, és hogy, jövök. És, akkor ezek már 23-24 éves, 23, és igen, éves, éves és emberek, és, és ők is jönnek. Aha, ugye szó, szó volt róla az elmúlt években, bár a múltkor már kifejtetted, hogy azért ezt a, a celeb részét annyira most már nem ö, helyezed előtérve, de lesznek szerinted durcás arcok? Elsősorban azért mondjuk a, az újoncok között, akik ugyan azt hitték, hogy felkészültek lélekben erre, de hát rohadtul nem, tehát ott nem ki fog derülni. Ö, minden évben vannak ilyenek, tehát erre nem lehet felkészülni, tehát annak ellenére, hogy rengeteg kép van, rengeteg videó van, rengeteg történet van, a Facebookon lehet kérdezni, nem, nem lehet rá felkészülni, tehát aki még pont nem ez jártott... pont ez a jó? Pont ez a jó benne? Ö, nem az. tudom, hogy pont ez a jó benne, de, de ezeket a kalandokat át kell élni és, és számomra is, tehát aki már ott volt egy csomószor, mindig, tehát ne, nekem is vannak váratlan meglepetéseim, váratlan eseményeim ö, minden évben, amire, amire én sem tudok felkészülni, tehát például mondok neked valamit, tavaly a befutónál lezárták az egész város délután, kettő után, mert karnevál volt és senki nem közlekedhetett autóval. Hát csak mondok ez egy kiszámíthatatlan példát. történet. A, a héten lezárták az összes határt Gambia és Szenegál között egy napra, vagy kettőre, mert ott volt valami feszültség és surlódás a két ország között. Tavaly Szenegálban egy olyan esemény történt, hogy nem lehetett benzint kapni, mert általános sztrájk volt, és sehol nem volt benzint És ez egy kiszámíthatatlanak, ugye? Tehát erre te mint főszámító, nem e tudsz készülni? nem. 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 Te, és, és én mindenkinek De te azt te mondom... Ezt, ezt imádod, amikor ezt meg kell oldani, nem? De igen, te, te... Tehát, valami, tehát ez a fajta probléma megoldás és probléma menedzsment azért nagyon komoly része a makónak, és, és mikor nem volt benzin sehol, az összes benzinkút zárva volt, akkor magánházaknál kellett összepancsolni az üzemanyagot, <síl> <minyanyag>, kannákból <síl> uh, mindenféle kétes kinézetű... Uh, töltsérekkel, emlékszem tavaly előtt, vagy tavaly volt az, hogy az alsó nadrágomból csináltam szűrőt, mert egy olyan piszkos töltséren kellett, hogy átmenjen a cucc, hogy féltem, hogy, hogy a motornak baj esik, ebből, vagy az ebből autónak egyszer baj egyszer esik. ennek könyvnek kell születnie. Igen, az... és ez a másik dolog, amit elhatároztam, hogy jövőre írni jövőre fogok egy könyvet. A... Ezeket a sztorikat, ezt nem lehet így, hogy mondjam, megíratlanul hagyni az utókor számára. Igen. És sok emlékezetes pillanat volt, és sok ilyen story sok volt. Az idén Gambiába megyünk, a Gambia lesz a végcél, hát Gambia egy olyan ország, ami egy ilyen egy filmvigyátékba illő ö, ö, szituáció, már csak a helyi ö, elnök a diktátor személye miatt is, aki mint én az egyik nap fudoklott csirkecomban, és másnap betiltotta a csirkecombot az országban. Banjulban, a fővárosban van egy diadalív, ami mondjuk fele akkora, mint a párizsi diadalív, ez az ország, vagy a főváros legszélesebb sugárútja fölött tornyosul, viszont mindkét oldalán van egy-egy fémlánc, és nem lehet átmenni rajta kocsival, vagy gyalog sem, el kell kerülni egy kis mellékutcán, csak az elnök mehet át alatta. <laughs> Jó, hát ez, 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 gondolom, ezekért a helyszínekért és ezekért az élményekért szeretne valaki részt venni ezen a, ezen a fantasztikus futamon. Hát, nagyon sok sikert kívánok, és, és, gördülékeny probléma megoldást, meg egy megfelelő számú problémát is, hogy a, az élmények száma gyűjjön a következő évi könyvíráshoz, legyen a muníció egyre. És so van kedved, akkor gyereki a rajtra, kopaszigát, péntek, péntek délután kettőkor. No, so ott lesz, ott lesz az egész őrült mezőny. Sok sikert Köszönöm nektek! Szépen, Köszönöm szépen! szépen.